Ha van lesajnált és elfelejtett slasher horrorfilm, akkor az kampókéz. A 90-es évek egyik nagy slasher dobása annyira eltűnt az éterben, hogy az ezredforduló után született emberek nagy része jó eséllyel azt sem tudja már, hogy kicsoda valójában kampókéz. Viszont attól, hogy nem született belőle ribót és nem tobzódnak a folytatások, az 1992-ben megjelent kampókéz igenis egy kiváló klasszikus slasher film, aminek még mindig van egy szép számú rajongó tábora, és már csak azért is érdemes rá figyelni, mivel a hírek szerint Jordan Peele rendezésében 2020 jön a kampókéz előtörténete. Addig is itt van 8 érdekesség kampókézről, amit lehet, hogy nem tudtál. Lássuk! Kampókész karakterét alakított Tony Todd horrorikonnál vált a filmnek köszönhetően, ugyanakkor a forgatás előtt egyáltalán nem volt biztos helye a szereplőgárdában, ugyanis az első számú jelölt a bölcsek kövére móka mestere Eddie Murphy lett volna. Az nem igazán világos, végül miért is hátráltak ki Eddie mögül a készítők, de a hírek szerint közelhetett ahhoz, hogy míg Tony 195 centi magas, Eddie csak 175, és az közel sem olyan ijesztő a filmvászon. Utólag persze jó döntésnek bizonyult, Eddie arca valahogy egyáltalán nem passzol egy ijesztő gyilkos karakteréhez. A női főszerepre az eredeti jelölt Alexandra Rose lett volna, viszont egy váratlan terhesség miatt nem tudta elvállalni a szerepet, és a szerep Virginia Medzennél landolt. Ellen Paul producer viszont elárulta, hogy a szerepre esélyes volt Sandra Bullock is, aki abban az időben még egy viszonylag ismeretlen színésznőnek számított. Szerencsére Sandra Bullocknak enélkül is sikerült befutnia, igaz csak két évvel később a féktelenülben, ahol Keanu reeves és Jeff daniels együtt játszott. 2015-ben az eredeti kampókész film rendezője Bernard Rose egy interjúban elárulta, hogy a Freddy vs. Jason sikerén felbuzdulva a stúdió komolyan fontulóra vett egy kampókéz kontra a Leprechaun filmet, és mivel mindkettő franchise jogai ugyanannál a produkciós irodánál voltak, minden adott volt hozzá. El is kezdték a történet kialakítását, viszont a kampókész szerepért felelős Tony Todd Elből elutasította, hogy szerepeljen a filmben, ezzel rövidre is zárta a dolgot, pedig nem biztos, hogy olyan rossz dolog sült volna ki belőle. A bemutatás után maga a rendező Bernard Rose nyilatkozta, hogy a forgatás kezdése előtt a készítők valósággal rettegtek attól, hogy a filmet minden kritikus rasszistának fogja bélyegezni, mivel a főszereplő gyilkos színesbőrű és az egész film egy elég gettós környékre összpontosul. A készítők annyira paráztak a dologtól, hogy még egy közös nagyszabású találkozót is kértek a színesbőrűek nemzetközi polgárjogi szervezetétől, hogy kvázi véleményt és áment kérjenek tőlük. Szerencséjükre a szervezet emberei semmi kivetni valót nem láttak a filmben, egy egész egyszerű kérdéssel ütötték el a kétségeket, miért is te lehetne a gyilkos fekete? A film nyitó jelentében Chicago városát látjuk az égből, nincs ebben semmi extra, viszont ne felejtsük el, hogy 1992-t írunk, és még nincsenek drónok, ez volt a legelső profi felülnézeti légi felvétel, amit egy kábeles pályán mozgó kezdetleges skycam el vettek fel. A megoldás akkoriban forradalminak számított, szóval a mozi népe nem csak a történettel, de a kivitelezéssel is elégedett lehetett. Aki látta a filmet, az tudja, hogy a filmben elég nagy szerep jut a méheknek, akik gyakran lepik el elég hátborzongató módon egy-egy karakter vagy maga kampókéz arcát. Na már most, 1992-t írunk, a CGI még igencsak gyerekcipőben volt, éppen ezért a készítők a hitelesség miatt valódi méheket használtak a jeleneteknél. A trükk annyi volt, hogy újszülött mindössze 12 órás méheket vetettek be a snittekhez, amik már nagyjából úgy néztek ki, mint a felnőtt méh, viszont a fullánkjuk még gyenge volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szereplők méhcsípések nélkül megúzták a dolgot. Egy másik elképesztő részlet a méhektől, hogy Tony Todd alias Kampó szája az egyik jelenetben tele van méhekkel, amik ugyancsak teljesen valódi méhek voltak. Egy fogászati eszközzel előzték meg, hogy lenyelje a méheket, de így is összesen 23 mécsípést kellett elviselni a forgatás alatt, amiknek Viszont darabjáért is a hírek szerint több ezer dollár kárpótlást kapott. A női főszereplő Virginia medzen majdnem passzolta a szerepet, amikor kiderült, hogy neki is közelebbi viszonyba kell kerülnie a méhekkel, mivel történetesen allergiás a méhekre. A készítők eleinte nem akarták ezt elhinni, így aztán Virginia egy allergia teszten bizonyította az igazát, végül is Virginia elvállalta a szerepet, de a készítők azonnali orvosi ellátással készültek minden problémás jelenetnél, hát ha beüt a gond. A film alapvetően Clive Baker The Forbidden történetén alapszik, és Campo Kéz alapjaként nem egy valódi személy szolgált, azért a világ csak kitermelt magából egy valódi Candyman gyilkost is. 1970 és 73 között Dean Corll elrabolt és megölt legalább 28 kisfiút Houston környékén, a Candyman, vagyis cukorember nevet pedig azért kapta, mert a családja tulajdonában volt egy cukorgyár. Ez lett volna nyolc érdekesség kampó kézről. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, ha szeretnél még többet látni, akkor iratkozz fel a csatornára, és kövess minket a Facebookon is, Instagramon is. Hamarosan újra jövünk, addig is, sziasztok!